Kedden este második világháborús gránátra bukkantak a munkások egy építkezés közben a Töhötöm utca és a Bot Péter utca sarkán. A környéket 200 méteres sugarú körben kellett lezárni szerda reggel, ez 70 lakóházat és körülbelül 300 embert érintett. A bejelentésre a rendőrök, a polgárőrök és a tűzszerészek is a helyszínre siettek. A vizsgálat során pedig kiderült, egy 122 mm-es kilőtt állapotban talált szovjet repesz romboló gránátot fordítottak ki a munkagépek, amit a szakemberek olyan veszélyesen instabilnak értékeltek, hogy nem is lehetett elszállítani. Az már biztosan látszik most is, hogy kilőtt állapotú, tehát hogyha van benne egy újtószerkezet, akkor az valószínűleg élesedett helyzetben van. Hogy nagy valószínűséggel, ugye mivel itt megsemmisíteni a helyszínen nem lehet biztonságosan, ez nem szállítható így, így a helyszíni hatástalanítás lesz az, amit végre kell hagyni, tehát el kell távolítani, ki kell szerelni a gyújtószerkezetet belőle. De pontosat azután fogunk tudni, hogyha sikerül megtisztítani, és pontosan látjuk azt, hogy milyen gyújtószerkezet és milyen állapotban van benne. Hoffmann Tamás polgármester is kilátogatott a helyszínre, hogy tájékozódjon a történtekről. Most már megtörtént a kiürítés, 70 lakást kellett, ami körülbelül 200-250 embert érint. Ebből szerencsére csak egy olyan idősebb lakó volt, akit egy iskolába helyeztek el ideiglenesen. Végül a Töhötöm utca környékén talált gránát gyújtó szerkezetét kiszerelték, majd azt a helyszínen megsemmisítették a tűzszerészek. A gránátot a Honvédség központi gyűjtőjébe szállították, hogy később semmisítsék meg, tájékoztatott Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. A terület lezárását még aznap feloldották.